Krisztián, hosszú ideig Budapesten voltál tévés szerkesztő. Most pékséged van Bátony terenyén, itt van előttünk szinte a teljes portfólió. Hogy lett ez? Az volt a lényege a történetnek, hogy sok munkahelyet kipróbáltam valóban, és sok minden érdekelt engem a fiatal koromban. Aztán eljutottam oda, hogy nagyon szerettem volna valami olyasmit előállítani, amiben közvetlenül van kapcsolatom a másik féllel, akinek készítem a dolgokat. Amikor szerkesztő riporterként dolgoztam, akkor nem láttam a közvetlen eredményét ennek a munkának. Itt viszont, hogy kenyeret készítünk, itt közvetlenül tartom a kapcsolatot a vásárlóval, és számomra nagyon fontos a közvetlen visszacsatolás. Hát annál is inkább, mert először a Városmajori piacon találkoztunk, ott tetszettek meg ezek a kenyerek, ezért jöttem el hozzád. És te milyen filozófiát vallasz a kenyérkészítésnél? Én nem vagyok pék, ezért amikor elkezdtem dolgozni azon, hogy pékségünk legyen, nagyon sokat jártunk utána feleségemmel annak, hogy milyen is a jó kenyér, milyenek a jó pékségek. Egy jó időszakot, több mint egy évet eltöltöttünk azzal, hogy az ország kézműves pékségeit jártuk, és kóstolgattunk. Arra jutottunk, hogy ugye mivel liszt, víz és só keverékéből áll a kenyér, ezért jó lisztet... Kivéve ezt, igaz? Hát még egy pár másikat egyébként, de alapvetően ugye liszt, víz és só keverékéből állnak a termékek. Ezért jó lisztre, jó vízre és kiváló minőségű sóra van szükség. Bocs, hogy itt közbevágok, de milyen kenyér ez, mi ez a darabka benne? Ugye azért kérdeztem, hogy kivéve ez, igen, mert a színe is más. Igen, mert hogy ez egy bajor falusi roskenyér, igen, amit krumplival készítünk, főtt krumplival. Akkor ez a krumpli benne? Bizonyám. Oké, de most akkor ebbe krumpli van, és rozs, rendben. De mi az alaptétel? Hogy készül a kenyér? Ugye liszt? Víz és só. Mágikus keverékőből áll egy igazi kovászos kenyér. Ennyi? És mi az, hogy igazi kovászos kenyér? Az igazi kovászos kenyér az azt jelenti, hogy kovásszal készült kenyér. Olyan kovász, ami életben van tartva, hosszú időn keresztül. Jó, de mondd el, légy szíves, mert igen? Fogadjunk, hogy a nézőknek nagy része nem tudja, igen, hogy mi az, hogy kovász, mert ugye mindenki... Kovász és vízkeveréke. Igen, de a kovász mindenki az élesztővel azonosítja. Ja, értem. Hiszen, tehát hogy készül a kovász? Akkor innen kezdjük. Jó. Lisztet és vizet elkeverünk, és hosszú időn keresztül éreljük, legalább 10 napon keresztül. És akkor az beindul magától? Amíg beindul, etetni kell, foglalkozni kell vele, babusgatni kell. Na, kicsit. Mi az, hogy etetni kell? Hát lisztet kell neki adni, a kovász az lisztet eszik. És akkor ez is nő, aki mint hogy... Lisztet fogyaszt, kérdezik. Aha. És akkor ez körülbelül 10 nap. Így igaz. És akkor onnantól hogy lesz ebből kenyér? Úgy készül el a kenyér, hogy miután... Melyik egy sima egyszerű kenyér, a fehér kenyér, ez talán? Az krumplis kenyér, kérlek szépen, az sárik a kenyér, az pedig fehér kenyér valószínűleg, igen. Na, tehát akkor ez az alapkenyér, igen, ugye? Igen. Elvághatom? Persze, természetesen. Na, nézzük csak. Szóval, hogy készül? Hát úgy készül, hogy elkészítjük a kovászát, meghatározzuk, hogy milyen mennyiségű kovászra van szükségünk a másnapi sütéshez, ennek a kenyérnek az esetében. Ehhez egy picit hígabb kovászt készítenek bent a srácok. És az azt jelenti, hogy kevesebb lisztet kap, és akkor jobban eluralkodik benne? Több vizet kap. Uh-huh. És a több víz az alapvetően több ízt jelent. És aztán, amikor bekeverik úgymond ezt a kovászt, akkor ez érlelődik, legalább nálunk a mi esetünkben 16 órán keresztül. Általában ilyen 16 órás kovászokkal dolgozunk mi. És akkor éri el azt az állapotot, hogy elkezd nőni a kenyér. Így igaz. És akkor válik használhatóvá a dagasztás folyamatához. Az. És akkor ki van dagasztva, még egyszer megkelesztve, ugye ki van szaggatva. Amelyik kenyérnek a technológiája, igen, különböző folyamatokat kíván, igen. Na, és azt szeretném, hogy hányféle dolgot gyártotok? Fogalmam nincs, hallod, de mindjárt körbenézünk itt az asztalon, és akkor mindegyik kenyérhez tudok fűzni egy pár rövid szót. De nem kell mindegyikhez, csak amelyik tetszik. Ez mondjuk nagyon tetszik. Nekem mindegyik tetszik. Mikor gyerek volt, jó, de mindegyik tetszik, de nem mondhatjuk, mert nekem legjobban a kakaós tekercs tetszik, de azt majd a végén megesszük. Kérlek szépen. Nekem ez azért tetszik, mert mikor gyerekkoromban, ugye akkor még gyári kenyerek voltak, igen, és egy-két maszek pék volt. Igen. És vasárnap a nagymamám mindig beküldött engem, akkor még 5-6 éves gyerek utazhatott nyugodtan a buszon, villamoson,
és a Retek utcában volt egy pékség, és ott ilyen kenyér volt. És azzal mindig az volt a baj, hogy mire hazaértem, megettem a sarkát. Tehát nekem ezért ránézésre az ilyen, az igazi kenyér, ami így szétnyílik, és ilyen. Na tehát, akkor igen. Ez egy krumplis kenyér, ugye? Így igaz. Ez a fehér kenyér, ez egy krumplis rozsos, így igaz. És a többi micsoda? Van szendvics kenyér, amit látsz az asztalon, van csabatta, amit az asztalon látsz. Ez a csabatta? Igen, a kicsi és a nagy verziója, ami éppen ott van. Ez előttem. A nagy? Így igaz, ez hú, egy fél kilós. Hú, én ezt cipónak néztem. Kérlek szépen. Na, jól néz ki. Na. Ez egy nagy csabatta, könnyű, levegős. Igen. Látsz itt teljes kiölési búzakenyeret, ami gyakorlatilag 100%-ban teljes kiölési búzakenyér. Azért mondom, hogy gyakorlatilag, mert a külön kovászt nem készítünk ehhez, hanem ami a dagasztás során bekerül liszt, az kizárólag teljes kiölési búzaliszt. És akkor annak ilyen a színe? Igen. Uh-huh. Tehát a teljes kiölési kenyér az nem valamennyire teljes kiölési kenyér, mi nálunk, hanem úgy gondolkodunk róla, hogy a lehető legmagasabb minőségben akarjuk kiszolgálni az embereket. Ez fehér kenyér volt, ugye? Ezt várjuk el mi is. Ez igen. Fehér kenyér? Igen. Na, és akkor itt látszik, hogy mi a különbség, igen, a teljes kiörlésű és a fehér között. Igen. De az is látszik, hogy ez nem annyira fehér, mint amit az ember megszokott a nagy boltokban. Igen. Hanem, én már nagyon régen ettem, úgyhogy nem tudom ezt. De én azt gondolom, hogy ez attól van, hogy az ilyen kovászos kenyér, ugye ebben igen, semmiféle adalék nincs. Nincs, egyáltalán ezért nincs. Maga a tésztája egy picit sütés után sűrűbb, igen, így ránézésre. Igen, igen, ez valóban így van. És akkor azért lehet, hogy egy kicsit. Abszolút, hát ahogy mondjuk, hogy a hétköznapokban van benne anyag. Ugye ez egy egészséges ételekről szóló műsor, igen, hogy mondd már el egy kicsit, hogy ugyan liszt, meg szénhidrát, meg glutén, meg igen, mindent tudunk, igen, de mitől egészséges ez? Jó, és mi az a különlegesség, ami még úgy belekerül? A legfontosabb, én úgy gondolom az, hogy megválogatjuk az alapanyagokat, hagyunk kellő időt a természetnek, hogy dolgozzon, amikor ugye érik a kovász, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mi egyébként egy régi kovászt használunk, amit az olasz csizma sarkáról, Leccséről kaptunk, és 29 éves. Ez gyümölcsről lett indítva. De most már mondjad, hogy van saját kovászod is. Van, természetesen a roskenyerekhez saját kovászt. Na jó, van azért. Kérlek szépen. Nem már olasz kovász, egy finom magyar kenyérben. Nálunk az a koncepció egyébként, hogy házi, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Viszont ez egy annyira kiváló kovász volt, hogy egyszerűen nem lehetett kihagyni, hogy ezt használjuk a termékeink java részében. Nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy nálunk családi hangulat van. Nagyon fontos az, hogy kik dolgoznak ebben a pékségben benne. Na, tehát várjál, kovász meg van, lisztet valakitől veszed speciálisan, vagy azt két helyről, valamelyik malomból is? Két, illetve három helyről vásárolunk egészen pontosan lisztet. A garatmalom lisztjét használjuk javarészt, ami azért is nagyon fontos, mert itt van a királybúza kenyerünk, igen, ami egy magyar úriember nemesítés, aki sajnos már nincs köztünk, a Varga Frigyeső, és gyakorlatilag ez a malom tartja kézben ezt az örökséget, és gondoskodik a királybúzának az elterjedéséről. Neki egy picit magasabb a fehérje, alacsonyabb a szénhidrát tartalma. Kinyithatom? És persze, és beltartalma értékeit tekintve egy nagyon kimagasló búzafajta. Talán a tönkölyhöz... Azért ennek rögtön látszik is, hogy igen, ugye magasabb a sikér tartalma, ezért lukacsosabb. Meg hogy sok benne a víz, sok vízet képes felvenni. Na most a sikér ugye nem is sikér tartalmat, hanem fehérjét mondtál, búza fehérjét, ugye ez a királybúza fehérje, az a sikér, ugye más néven a glutén. Igen. Na most, mikor ezt meghallják mostanában a népek, igen, hogy glutén, igen, akkor gyakorlatilag frászt kapnak a rettegéstől. Igen. Miért van ez? Hát azért, mert alapvetően az ember szeret egyszerűen sablonokban gondolkodni, és úgy gondolja, hogy ha a liszt vagy kenyér körüli problémája van, akkor az csak és kizárólag a gluténre vezethető vissza. Maga a kenyérsütő társadalom, közösség is nagyon sokat vitatkozik arról, meg beszélgetünk arról, hogy a glutén mennyire, miként és hogyan, de azért van egy nagyon alapvető, fontos dolog. Hál' Istennek az embereknek nem túl magas részét érinti igazából a glutén probléma.
ez az egyik. A másik pedig az, hogy a kovász azért javarészt bontja a gluténláncokat, ez nagyon fontos dolog. Uh-huh. Tehát, hogy miközben elindul egy erjedési folyamat. Tehát magyarul a természetes igen. kovász ki tudja küszöbölni a glutén problémákat elvileg, ha folyamatosan és mindig azt teszi az ember. Azt hiszem, hogy ebben a pozícióban nem úgy, ha gyerekkorától ezt teszi, mondja. Mint a te kislányod. Igen, igen. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ha nem eszünk ipari szemetet, és természetes ételeket fogyasztunk, akkor gyakorlatilag igen, a kovász segít abban, hogy a gluténnak a megemésztése, tehát az előemésztése, ugye ez egy fermentációs folyamat gyakorlatilag, mert tejsavas erjedést produkál a kovász. Világos. Míg az élesztő alkoholos erjedést produkál. Tehát nekünk ugye a kenyerekben ezért van szükségünk a kovászra és a természetes élesztő gombákra, hogy a tejsavas erjedés révén úgy mondják ugye, hogy fermentációs folyamat indul be. Igen. Ami segít a, bocsánat, csak annyi, hogy segít a glutén bontásában. Miért ilyen fehér? Miért van így belisztezve ez a kenyér? Hát azért van belisztezve, hogy a szakajtóból ki tudjuk egyszerűen szedni a kenyeret, mert magas víztartalommal dolgozunk, magas hidratáltságú kenyerekkel, és hogy könnyebb legyen kivenni a szakajtóból, ezért a szakajtót belisztezzük, és így emelik ki a pékek belül a kenyeret. Egyébként a nagyon fontos az, hogy megfelelő minőségű vízzel készülnek ezek a kenyerek. Ez a mátrai forrás vízzel készítjük mi a kenyereket. Ez nagyon fontos dolog. Illetve a sónál is nagyon fontos, ugye, neked nem kell különösebben mondanom, hogy nem mindegy, hogy nátriumkloriddal, vagy valami mással készítjük az ételeket. Nem. A nátriumklorid az a só. Így minden igaz. Más, csak szennyeződésben. Köszönöm. Ezzel teljesen egyetértek. Viszont most, hogy végeztünk, megeszem a kakaós csigát, iszom egy olyan vizet, amivel a kenyeret készül, és elmegyek, készítek valami finom ételt. Remek. Hotdogot készítek. Krisztián adott nekem ehhez hotdog kiflit. Nagyon finom. És bivaj. Grillkolbász. Dékány Ferenc receptje alapján. A serpenyőbe öntök egy kis, hogy most étolajat, de bármilyen zsíradékot, ki mit szeret, azt lehet beletenni. És ha hotdog, akkor megy bele egy grillkolbász. Elvágom félig ezeket a kifliket. A teljes körlésű kenyér azt jelenti, hogy a maga a kenyérnek a készítésénél a gabona szem teljes részét is részben felhasználják a készítés során. Tehát ez azt jelenti, hogy a gabonának nem csak a belső része, hanem a héj része is ugyanúgy jelen van a kenyérben. Ugye itt különböző százalékokat lehet megkülönböztetni, hogy hány százalék teljes körlésű lisztet tartalmaz az adott kenyér. 60% felett mondhatjuk jogszabály szerint egyébként a lisztet, illetve ezáltal a kenyeret teljes körlésűnek, és attól felfelé pedig nyilván annél jobb az arány. Ugye érdemes azt figyelembe venni, hogy sokszor találkozunk például a boltok polcain olyan kenyerekkel, ami mondjuk sötétebb színű, de az nem feltétlenül teljes kiörlésű. Tehát ezért is fontos például itt is az összetevőket megnézni, mert hogyha az első helyen van a teljes kiörlésű liszt, akkor is, ha utána van benne mondjuk egy finomított búzaliszt, még teljes kiörlésűnek mondhatjuk a kenyeret. Ugye a teljes kiörlésű kenyereknek magasabb a rosttartalma, mint mondjuk egy más fehér lisztből készült kenyérnek, ezért jóval nagyobb a telítő értéke, lassabban szívódik fel a szénhidrát tartalma, tehát egy jobb választás, egy jobb alternatíva. Ez a bivajos barátomé, Ferié és Dékány Ferenc receptje alapján készült. Megy bele a sárika, pékség, kiflie, aki Krisztián. Na, mindegy, viszont nagyon fincsi. Egy kicsit megpirítom, és utána már csak egy jó kis szószt készítek el, és összerakom ezt a klassz hotdogot. Gyönyörűen megpirult a kifli, kiveszem, és akkor egy finom mártást, egy villámgyors mártást, annyi az egész, hogy ez egy kis ketchup, dobok hozzá egy kis mustát, teszek bele egy kevés édesítőszer, és ezt most tényleg komolyan oda kell pirítani. Fölöntöm egy kis zöldségalaplével, néhány csepp ecettel is ízesítem. Ahol édes van, oda kell egy pár csepp savanyú is,
És egész egyszerűen annyi történik, hogy összevágtam a hagymát, paprikát, paradicsomot, ezzel szépen összekeverem. Egy pici reszelt szerecsendió. Megy bele egy kis káposzta, a kolbász, ez a zöldséges szósz. Már is olyan lett, mint egy jó hotdog, pártedlivel lehet enni, vagy nagyon előre dőlve, vagy medence partján. Alig várom, hogy lefényképezzék, mert utána meg fogjuk enni. Aki vigyáz az alakjára, vagy nem ehet sok szénhidrátot, az hagyja ki a kiflit. Úgyis igazi finom élmény. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket. Én is ezt teszem. Levest készítek, ami zöldségek, meg ez a finom debreceni kolbász. Bármilyen furcsa, ez egy könnyű, üde nyári leves lesz. Ne nézzék csak! Ilyen vastagabb, nagyobb karikákat vágok a kolbászból. Előpirítom. Reszelek egy kis sárgarépát. Ez egy nagyon érdekes íz és színt fog adni a levesnek. Majd nézzék meg! Kerül alá egy kis vöröshagyma is. Ebbe a zsiradékba beleteszem a sárgarépát, ezt egy picit megpirítom, egyébként ez egy kicsit sűrít is a levesen. Megy bele egy kevés paprika is, vöröshagyma, megy bele egy kis fokhagyma is. Szeretem az ilyen egyszerű leveseket, mert nagyon finom. Egy picit savanyúbra készítem, és ezt a savanyúságot a mustár fogja megadni. Hát azért ez nem szentségtörés, a mustár az jó a zöldségekhez is, de elsősorban azért a debrecenihez is nagyon finom. Úgyhogy hajrá, megy bele ez is. Így. Öntök rá egy kis sót, és most beledobom az apróra vágott paprikát, és egy darab paradicsomot. Egyszerű szénhidrát, illetve összetett szénhidrát, ahogy a nevében is benne van, arra utal, hogy szerkezetileg milyen felépítése van az adott szénhidrátnak. Egyszerű, kisebb, kevesebb egységből áll vagy összetett. Ugye ezen belül is egyébként több csoportot különböztethetünk meg, tehát vannak olyan szénhidrátok, amik csak egy egységből állnak, két egységből vagy nagyon sok egységből. Mondok konkrét példákat, hogy egy kicsit érthetőbb legyen. Összetett szénhidrát lehet akár a rost, a keményítő, ami ugye mondjuk egy kenyérben, akár egy teljes körlésű kenyérben megtalálható. Egyszerű szénhidrátra mondjuk legjobb példa a két egységből álló tejcukor, ugye a laktóz, ami a tejben található, vagy a hagyományos értelemben vett szaharóz, vagyis a normális cukor, amit otthon a háztartásokban használunk. Igazából ez a különbség a kettő között. Ami fontos, hogy az egyszerű szénhidrátok fogyasztását érdemes mérsékelni, mivel egyszerű a szerkezetük, nagyon könnyen lehet őket megemészteni, ezáltal nagyon hamar fel tudja emelni a vércukorszintünket, és egy vércukor ingadozást tud eredményezni. Még egy összetett szénhidrátnál lassabban történik meg a vércukornak az emelkedése, és egy mérsékelt szinten marad, ami az éhség szempontjából, a cukor, vércukorszint szempontjából sokkal előnyösebb számunkra. Nagyon fontos, hogy milyen kolbászból készítik, mert jó ízű, jó minőségű kolbász, az adja meg az igazi finom ízét ennek az ételnek. Kicsit megpirítottam, fölöntöm a zöldséglevemmel, mehet hozzá víz is, fölforr, körülbelül 10 percig forralom, és akkor visszatérek. Szépen megfőtt a leves, most hozzáadom a kolbászt, így. És ugye jó sűrű, klassz, rengeteg zöldség benne, szép a színe, és adok hozzá egy kis csicseri borsot, ugye levesbetét helyett. Most ennek jó lenne egy kis tészta, vagy tarhonya, vagy csipetke, vagy bármi ilyesmi, vagy galuska, de helyette ropogósnak egy kis megfőzött
sima, egyszerű sós vízben megfőzött csicseri borsot adok, meg még egy kicsit, mert úgy szeretem, ha sok van benne, és ennyi az egész. Itt ez a tejszín. És hogyha a tejszínnel nem forralom, hanem csak úgy hozzáöntöm, akkor gyakorlatilag sokkal kevesebb kell belőle, így, ennyi elég is, mert egész egyszerűen megfesti ezt a gyönyörű szép levest, és látják, hogy milyen kevéstől milyen lett, és mit mondtam, hogy szép sárga színe lesz. Attól a kis pirított sárgarépától édes is lett tőle, ennyi az egész, semmi más nem kell hozzá, egy kis zöld bele, itt van petrezselyem, és egy kis friss hagyma, ennyi ez a leves, elkeverem, fornia már nem kell, el is készül. És nézzék csak, mit csináltam. Megpirítottam egy kis kiflit, amit Krisztiántól kaptam, akinek nincs gondja, és ehet lisztet, vagy több szénhidrátot, annak ajánlom. Nézzék meg, itt van a fokhagyma, egy 4-5 gerezdet, ez egy kifli, fölkarikáztam 4-5 gerezdet, mellé tettem be a sütőbe, ennyi az egész, és ezt adom oda levesbetétnek. Egyébként a fokhagymát is meg lehet enni, akinek van hozzá gusztusa, meg szereti. Először is nagyon finom, másodszor nagyon egészséges, és itt van a tetején, látják? Ennyi az egész, jó étvágyat kívánok! Készítek egy fantasztikus borjumájat, természetesen zöldségekkel, de ne ijedjenek meg, mert nagyon-nagyon finom lesz, és nagyon-nagyon gyorsan fog elkészülni. A körete pedig egy egyszerű kukoricakrém lesz. A Chef Market hozott nekem fagyasztott kukoricát, enyhén sós vízben itt szépen megfőzöm, teljesen vajpuhára. Összevágom vékony metéltre, úgynevezett julienre a sárgarépát először, a zellert is. És most félreteszem, mert abban a zsiradékban fogom elkészíteni, amiben a májat megsütöttem. Még itt van egy kis hagyma, ezt majdnem kifelejtettem. Így. Fölvágom a májat, a borjú májat vagy sertés májat. Azt tudni kell, hogy a borjú, sertés, marha, bivaj, tehát a négylábúak máját nem szabad sózni, csak a felhasználás előtt. Ugyanis megkeményedik. Bors viszont mehet rá. Serpenyőben, a forró serpenyőben vajat és olajat melegítek, beledobok egy csomó fokhagymát, és most megy hozzá a máj. Kiveszem, de arra azért vigyázni kell, hogy nem szabad beleszúrni. Általában sütésnél a húsokban, a húsokba semmiképpen sem szabad beleszúrni, mert akkor kijön ez a finom, ízes leve. Ebbe a sülő zsiradékba belemegy a zöldség, megpirítom. Most viszont meg is sózom. Megy rá egy kis bors, és erre a zöldségre megy egy kis mustár is. Ezt a kis odapirított zöldséget egy kevés borral szépen megcsepeztetem. Itt van a turmix. Beleöntöm kukoricát a főzőlevével együtt. Megy hozzá tejszínes krémsajt. Ebből lesz a köret, kukorica püré. Ez is elkészült, közben a zöldség is elkészült, hozzáöntöm a tejszínt. Ez az étel, az igazság az, hogy az eredetie, az Eszterházy rostélyos, az készül majdnem ilyen módon, mint ez, mármint a ragu. Na, itt a kukorica püré, így. És az egész nem ér semmit, ha nincs rajta egy kis zöld, most ez legyen bazsalikom. Ennyi az egész.
Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, ez nagyon finom.